Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Immáron a negyedik bordányi katolikus bálunkon. Nagyon örülök annak, hogy a mai estén 250-en mulatunk együtt, és kívánom, hogy mindenki amiért eljött, azért, hogy jól érezze magát, kikapcsolódjon, felüdüljön, egy kicsit találkozzon, hiszen egy-egy ilyen báli mulatságban is kiváló alkalom, hogy találkozzunk talán a rég nem látott ismerősökkel. Kívánom, hogy ez mind-mind megvalósuljon és célba érjen. Szeretettel köszöntöm az első bálózókat, akik az eddigi esztendőkben talán még nem voltak itt, és nagyon örülök annak, hogy a mai estén részesei lesznek a mulatságunknak. Néhány gyakorlati tudnivaló és köszönet nyilvánítás is. Az első az azt hiszem a mindennapi kenyerünk mellé a vacsorát illeti nagy-nagy köszönet, rendelkezésünkre álltak és elkészítették a reményeink szerint ismét tökéletes vacsorát. Nagyon köszönöm az ő segítségüket, munkájukat. És a katolikus bálainknak nélkülözhetetlen főszereplője Musa Szabi, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. És ismét hál' Isten, most már várjál csak, a 9 alkalommal volt alkalma, ez a 9. alkalom, hogy megköszönjem a közreműködésed és a segítségedet, és a mai estén, hát ő, amint tetszenek látni, nem a zenekarral érkezett, hanem egyedül, ennek hát van egy-két ilyen gyakorlati magyarázata, nem azért, mert összevesztek, nem azért, mert felosztott a ráadás zenekar, hanem hát volt itt egy kis kellemetlen izgalom, amit így sikerült kellőképpen átélnem. Hát ez kedden, vagy kedd körül, amikor beszéltünk Szabival, akkor volt egy, beszéltük is Ferivel, hogy van egy kellő gyomoridegem, de aztán ez kedden egészen a tetőfokára hágott, mert akkor még csak 131 kelt el, és így aztán eléggé kérdéses volt, hogy vajon mennyien leszünk, hol is kellene ezt megrendezni, úgyhogy megbeszéltük Szabival, hogy hát akkor most egyedül gyere el, mert üres konyhának, bolondnak a házi asszonya, ugye a mondást tartja, és kellemetlen éreztem volna magam, hogyha ebből nehézségek adódnak, akár neki, akár nekem. Az utolsó percben pedig már szinte tiszteletlenség lett volna, vagy lehetetlenség lett volna a zenekar többi tagját kirángatni az már eltervezett hétvégéből, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy amikor meghallja, hogy katolikus bál lesz Bordányban, azonnal szaladjon és vegye meg a jegyet, azért, hogy tervezhető legyen ez az este is. Nagyon-nagyon köszönöm, és tuti, hogy ugyanolyan szuper jó bulit szervezelési is tartol, ami biztosít minket egyfelől arról, hogy éjfélkor már az asztalon táncolunk, a másik pedig, hogy reggel 7-ig senkit ki nem engedünk, akkor nyitjuk majd az ajtókat is, akkor lesz vége a bálnak. Köszönöm, Szabi, a munkádat, és természetesen köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik bármilyen módon is részt vettek a bál előkészületeiben és szervezésében. Tetszenek látni a nagyon szép terítést, a háttérmunkát, ami alapvetően, úgyhogy sokszor bele sikkad a hétköznapokban, de az ő munkájuk nélkül nem lehetett volna ilyen szép és elegáns a bálunk. És szeretném megköszönni Kéri Lászlónak, aki ami tehetséges táncosainkat betanította, megtanította a táncok ma estére. Nagyon köszönöm az ő idejét, szaktudását, türelmét, és bízom abban, hogy mindenkit elkápráztatnak a mi büszkeségeink, és mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, nem is szeretném tovább szaporítani a szót. Az első az egy nyitótánc lesz, a másodikban pedig a másik büszkeségeinket fogjuk hallgatni, nézni a templom szkóláját, és nagy-nagy öröm, hogy ők is minden évben részesei a mi ünnepségünknek. Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Csezoltán atyát, Isten hozott atya. És nagy megtiszteltetés, hogy együtt ünnepelsz velünk, és nagy estét velünk töltöd.
sok beszédre sok az aljam be, és fejezném egy nagy amennal, és akkor most pedig fogadják a nyitótáncot, illetve a szkólások műsorát.
hiszem, hogy mindannyian megállapíthatjuk részrehajlás nélkül, hogy végtelen büszkék vagyunk a gyerkőcökre is, hogy nagyon-nagyon jó hangulatot teremtettek is, és végtelen büszke vagyok a felnőttekre, akik csodaszép palotást eltáncolták, és hogy mennyi munka, meg fáradozás van benne, nem csak a tanár részéről, hanem bizony a diákok részéről, nagyon-nagyon köszönöm nekik. És mindenkinek még egyszer nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, hajnalig senki nem menjen haza, 7 órakor hajnalodik, úgyhogy mulassanak, pihenjenek, most van rá lehetőség, van rá társaság, és természetesen van rá jó hangulat és zene is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjjön Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, adjad Uram, hogy jó lessék, Jézus neve dicsértessék, aki ételt italt adott, annak neve legyen áldott, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jó étvágyat és nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Get into Groovy and make a movie.